minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. A Prédikátor könyve 12. fejezet 16. versével szeretnék jó reggelt kívánni kedves minyájatoknak és bölcs meggondolást erről a kérdésről, amibe belevágtunk, Isten lényével kapcsolatosan: hogy Isten bennünket szabadnak teremtett, és ő biztosítja a mi szabadságunkat, de aki szabad, az felelős is azért, amit tesz. És Isten meg fog ítélni mindannyiunkat, hogy a szabadságunkkal mit tettünk, hogy az életünkben hogy használtuk ki a szabadságunkat, mások javára használtuk ki, hogy építsünk másokat, vagy mások kárára. Használtuk ki, hogy, ahogy szoktuk mondani, önmagunkat építsük, és másokat elhanyagolva másokat leromboljunk. Isten minden cselekedetet elő fog hozni az ítéletre. Micsoda fantasztikus kijelentés ez. Sokan ilyenkor széttárják karjaikat, és azt mondják, hogy hát ez hihetetlen, ilyet még elképzelni se lehet. Pedig elevenen emlékezem, amikor bejöttek a számítógépek, és akkor való olvastam talán már évtizedekkel is ezelőtt, hogy egy a legmagasabb rendű számítógép se több a csótány agyánál. Hát ha a csótány agyába annyi beleférelme az életéhez szükséges, és az ember által kigondolt számítógébe és ennyi minden fér bele, aminek köszönhetően most is beszélhetek bárkinek a föld kerekségén, hát ha az ember által kifejlesztett gép is alkalmas erre, akkor a teremtő ne lenne alkalmas arra, hogy mindent elraktározzon a gondolataiban? Jobb könyve 14. fejezetében olvassuk a pátriárkának a felsőhajtását, hogy bár csak a holtak országában tartaná, rejtegetnél engem még el nem múlik a haragod. Isten valami féle módon rejteget bennünket az emlékezetében, hogy Lukács evangéliuma szerint mondta Jézus, hiszen mindenek élnek őnéki, akik meghaltak, is egy szempillantás alatt visszaadhatná az életüket, mert ismerte az életüket, most is el van raktározva Isten értelmében, elméjében, minden élő, valaha volt és eljövendő ember Adi Endre külön is megénekelte egy csodálatos nagy versében, hogy, hogy jönnek, jönnek az emberi nemzedékek, de azok Istennél már mind tudva voltak, számon voltak tartva, vagy mondja a 139. Zsoltár, amikor még a napok se voltak, meg melyen születni kellett nekem, már a te gondolataidban ott voltak Isten, sőt, a te könyvedbe be voltak írva. Hát azért mondom a ma reggeli dicséretemet is ilyen könyves előtt, meg könyvek előtt, mert a Bibliának egyik nagy jelképe a könyv, ami számunkra, emberek számára a tudás tárháza, az ismeretek tárháza nem azért használja ezt a Biblia, mert úgy gondolná, hogy Istennek szüksége van könyvekbe beírni. Jelképesen mondja ezt, hogy könyvek nyittattak meg, ítélők ültek le, Dániel könyve 7. fejezetében olvassuk, vagy a jelenések könyve 20. fejezetében a Góg és Magók csatája után is ezt olvassuk, hogy aki nincs beírva az életkönyvébe, az a kárhozatra jut. A könyv jelképe annak, hogy számunkra adott jelkép, hogy Istennél mindent tudva van, Isten mindent ismer és ahogy számunkra a tudás, az ismeret tárháza a könyv, Isten is mindent megőriz, és ítéletre előhoz. Lehetnek titkos dolgok, a Lukács 12. fejezetében olvassuk, hogy amit a rejtek házakban sötétben mondanak, azt majd a házletőkről fogják hirdetni, mert ugyanaz ember titkosítani akar sok mindent, és az egyes kormányok titkosítanak is, ó, mennyi időre, évtizedekre, de sokszor már itt a földi tört is sok minden kitudódik, de Istennél minden számon van tartva, és Isten mindent elő fog hozni, akár jó, akár gonosz legyen az, de mikor fog előhozni? Hogyan fog előhozni? Hogyan fog bennünket megítélni? Most a mai nap csak ennyit tudatosítsunk, amit a Prédikátor könyve 12. fejezet 16. verséből olvastunk, majd minden nap most már ezzel fogunk foglalkozni, de hogyan is mondták a monarchia időszakában, Babics Mihály megörökítette a Gólya Kalifat című nagyszerű regényében, Isten szeme mindent lát, el ne lobd a Gyerekek írták rá ezt a vonalzóra, vagy rá is volt írva, vagy hogy Tolstói megörökítette a világirodom egyik legnagyobb elbeszélésében az Ivánéli csalálában, Reszpice finem. Vagyis tarts szemed előtt a véget, a vég pedig az, hogy minden, minden, ami történt az életben, arról Isten tud, de mi mikor fogunk ezzel szembesülni? És hogyan álljunk hozzá a múltunk visel dolgaihoz? És eltörölhető a múlt, megbánható a múlt a tenger mélységébe vethető a múlt, és ott állhatunk tiszta lappal Isten előtt, de egyáltalán mikor kell majd megállnunk Isten előtt? Már azonban legyen ennyi elég, hogy Isten minden dolgot előfokoz, minden cselekedetünket, minden titkos dolgot, akár jó, akár gonosz legyen az.